presto. Hogy érzi magát mindenki? Come on! 2024. Ezt a számot látjátok az ábrán, ami mindösszesen 5 év múlva van. Ez pontosan annyi, mint egy átlagos életkornak az 1/15-e ma Magyarországon, és pontosan annyi, mint egy átlagos szakmai karrierútnak az 1/9-e ma itt Magyarországon. Ez egy viszonylag rövid idő, mégis azt gondolom, hogy amikor 2024-ben majd itt találkozunk a HR-Festen, és beszélgetünk a recruitment akkori jelenéről, akkor egy teljesen másfajta toborzásról fogunk beszélgetni, mint ami ma a jelen. Egy olyan radikális változáson fog átesni ez az iparág, más iparágokkal együtt, ami már csak nyomokban fogja azt tartalmazni, amit ma recruitmentnek hívunk. Az elmúlt néhány hónapban a HR-Festtel közösen csináltunk egy recruiter moodmap felmérést, aminek az eredményéből is az jött ki, hogy alapvetően boldogok a magyar recruiterek, boldogok vagytok, vagyunk. De van rengeteg olyan dolog a napi munkánk során, ami abszolút nem hatékony, és baromira idegesítő, hogy ilyenekkel kell foglalkozni. Néhány órával később Csanda Gergő kollégámtól és Tóth Gergely HR-Fest alapítótól fogtok hallani ezzel kapcsolatban egy részletes előadást. Bátorítok mindenkit, hogy legyetek ott. 500 recruiter töltötte ki Magyarországon ezt a szörvét, köztetek ti is. Ezt ezúton is nagyon-nagyon köszönjük mindenkinek. Nagyon izgalmas lesz, én ezt az egy gondolatot szeretném csak előrevetíteni belőle. És amikor belemélyedtünk ebbe az egész recruiter moodmap-es történetbe néhány hónappal ezelőtt, akkor találtunk a nemzetközi piacon egy nagyon érdekes skálát, amit már a neve is elég rémisztő, de úgy hívnak, hogy Recruitment Pain Scale. És már itt ültök egy néhány órája, vagy a másik teremben, úgyhogy én most szeretnék titeket meginvitálni egy élő felmérésre, egy olyan játékra, amiben mindenki megmutathatja, hogy hol álltok most a Recruitment Pain Scale-en. Benne vagytok? Ahó, benne vagytok? Come on! Oké. Na, akkor képzeljétek el az 1-től 10-es skálát, és helyezd el magadat fejben, hogy most hol vagy, hol van a céged, attól függően, hogy mekkora vonomenű problémákkal küzdötök a recruitment terén. Az egy az, amikor mindenki happy, minden zöld, annyi jelöltet találtok, és olyat, amennyire szükség van, és annyi idő alatt, és olyan költséggel, ami elfogadható a vállalat számára. A 10-es az pedig, hát nagyon szomorú, véres és kegyetlen háború a tehetségek megtalálásáért, felvételért és megtartásáért. Megvan mindenkinek ez a szám? Szuper. Ha megvan, akkor az lesz a feladat, hogy én mondani fogom ezeket a számokat, és baromi gyorsan én azt kérem tőletek, hogy akinek a számát mondom, az álljon fel a teremben. Oké? 1, 2, 3. Oké, vagyunk azért néhányan, ez egész jó hír, nem reménytelen a helyzet. 4, 5, 6. Ki az, aki sárga? Narancs, citrom. Oké, szuper. Ez szerintem olyan 30%-a a teremnek, talán 35. 7-8. Oké, ismét egy 15-20%. És 9-10. Őszintén, vagyunk azért itt is. Oké, ti maradjatok állva, akik 9-10-esek vagytok. Csak egy pillanatra. És azt kérném, hogy az 1-es-2-esek még egyszer álljatok fel. Több volt. Come on. Ki volt még 1-es-2-es? Ennyi? Na, ti nézzétek meg jól egymást, és azt javaslom, hogy beszélgessetek egy kicsit a szünetben. Jó, ez az európai felmérés, az 8,2-t mutat. A legtöbben előtt álltatok fel, ez jó hír, ezek szint Magyarországon még nincs annyira kétségbeesett helyzet, mint összességében Európában, de 8,2-n áll, ebben több ezer recruiter és recruitment csapat vett részt, az átlag a recruitment pain scale-en. Azt gondolom, hogy ez is önmagáért beszél, és elmondja azt, hogy valami itt most nagyon-nagyon nem oké. És ha ez nem lenne elég meggyőző, akkor azt javaslom nektek, hogy lépjetek be bármelyik recruitment szakmai Facebook csoportba vagy LinkedIn csoportba, és azt fogjátok találni napokon vagy heteken belül, hogy mém gyárak épülnek arra, hogy milyen problémákkal küzdenek ma a recruiterek. Ezt az elsőt még csak megértem, mert az IT az mindig egy nehéz toborzás volt, és tudjuk, hogy fejlesztőből soha nincs elég a piacon. De amikor ilyenekkel találkozol nap mint nap, és egyébként azt tapasztalod, hogy több száz jelöltet, ezret kell fölhívni ahhoz, hogy összeállítsál egy shortlistet a szakmai vezetőnek, vagy az ügyfélnek adott esetben, egy ügynökségi oldalon, az nem annyira boldog. És amikor végigmegy ez a shortlist, az különböző interjúkörökön, aztán visszakapod a feedbacket, hogy igazából újra kéne kezdeni az egészet, mert már nem is erről van szó. Na, ezek azok a momentumok,
amikor lépkedünk szépen előre a skálán, és hát azt elárultam, hogy nem az egyes szám felé. Na, félretéve mindenféle mémet, meg recruitment pénzskálát, én hoztam nektek három olyan statisztikát a nemzetközi piacról, ami szerintem önmagáért beszél. A Glassdoor szerint az elmúlt 5 évben az átlagos toborzási idők a kétszeresére nőttek. Ugyanebben az időszakban a Bursin by Deloitte szerint 4-szer annyit költöttünk recruitmentre, mint az előtte lévő 5 évben. És a LinkedIn legújabb kutatása szerint, nyáron jött ki ez a felmérés, a jelöltek 86%-a, még a LinkedIn-en is, passzív álláskereső, ami annyit jelent, hogy hívhatja őt Adél 1000-szer, vagy te 100-szor is, a válasz általában az lesz, hogy köszönöm szépen, most nem érdekel ez a lehetőség. Ugye itt tartunk most 2019-ben, így néz ki a recruitment iparág. És ha húzunk egy vonalat, meghosszabbítjuk azokat a trendeket, amik egyébként zajlottak az elmúlt 5 évben, akkor azt látjuk, hogy 2024-re elérkezünk egy olyan állapotba, ami fenntarthatatlan lesz a cégek számára. Olyan alacsony hatékonysággal fogunk működni, olyan magas költséggel és olyan hosszú átfutási időkkel, hogy ez egyszerűen elfogadhatatlan lesz minden vállalat számára. Na ezért mondom én azt, hogy 2024-re radikálisan meg kell, hogy változzon az, ahogy ma toborzunk. És közben ugye három nagyon nagy változás pedig zajlik a világban, ami katalizátorként hat erre az egész folyamatra. Egyrészt zajlik körülöttünk egy őrült technológiai fejlődés, hogy csak az AI-ra, a machine learningre, a big data-ra, vagy a mobil technológiák terén történő innovációkra gondoltok, akkor teljesen kézenfekvő, hogy látjuk, hogy ez az összes üzleti folyamatra bele együtt a recruitmentre is hatással lesz. Hoztam néhány nagyon érdekes dolgot nektek, azt már biztos nagyon sokan tudjátok, hogy 14 óta a mobil telefonok száma meghaladta a desktopok és a laptopok számát. Ami nekem új volt ebből a felmérésből, az, hogy 62%-unk már csak a mobiltelefonon internetezik munkahelyen kívül. Tavaly karácsonykor, 2018. december 24 és 30 között 1,2 milliárd applikációt töltöttetek le a mobiltelefonotokra, csak szenteste több 100 milliót. Nem tudom, hogy ki emlékszik még, már elég rég volt, de ki az, aki valószínűleg ebben benne volt? Volt vagytok? Páran. És minden reggel, amikor felkelünk, akkor az 50%-unknak az első dolga az, hogy hozzányúl a smartphonehoz, és megnézi, hogy mi történt éjszaka. Ki az, aki? Bátran. Igen, ez több, mint a fele. És meg fogom kérdezni az utolsót is. 75%-unk a WC-n is használja a smartphone-t, ez a statisztika. Ki az, aki benne van? Hát, elég félénkek vagytok, de a statisztikában van, úgy gondolom, az igazság. De hogyha itt ülsz most HR vezetőként és recruitment vezetőként, és azt látod, hogy még nem nincs mobilbarát karrier oldalad, vagy mobilbarát jelentkezési folyamatod, akkor úgy gondolom, hogy itt az idő, hogy beszélj az ügyvezetővel, vagy a CFO-val, aki még nem hagyta jóvá erre a büdzsét. Ír nekem egy e-mailt, nagyon szívesen elküldöm nektek ezt a szlájdot az előadás után, és én azt javaslom, hogy nyomtassátok ki ezt a 4 ikont, smartphone, karácsonyfa, ébresztőóra és toalett, és ragasszátok oda a CFO asztalára, amíg nincsen meg a büdzsé arra, hogy egy ilyet megvalósítsatok. Ezen kívül, mindemellett, több mint 5000 recruitment és hardtech startup dolgozik most azon, hogy különböző AI és machine learning technológiákkal megváltoztassa azt 2024-re, hogy ma működik a recruitment. És ezek a startupok, illetve azok a nagy platformok, social media oldalak, egyéb felhőlapú szolgáltatások, amit nap mint nap használunk, egyre több adatot kiszívnak belőlünk. 16 és 25 között 10-szeresére nő az a napi adatmennyiség, amit feltöltünk magunkról a világhálóra. Csak két számot emelnék ki, naponta 100 millió Insta posztot, Insta élményt csinálunk, és 4,3 milliárd Facebook posztot. Egy idő után ez elég sok mindent elárul az emberről, és nem véletlen, hogy kirajzolódik ebből egy profil. A Future of Talent Institute tavaly kiadott egy nagyon érdekes tanulmányt, aminek azt a címet adta, hogy a web lesz a jövőbeli CV-d, és a social lábnyomod lesznek a referenciáid. Én azt gondolom, hogy 2024-re ez már nem csak egy prognózis, nem csak egy előrejelzés lesz, hanem ez lesz maga a valóság, és mi, akik recruitmentben dolgozunk, nem mehetünk el emellett csukott szemmel. Őrült technológiai fejlődés, ha ez nem lenne elég, akkor kicsit rápillantunk a munkavállaló igények változására, mi történik a generációk kapcsán, ez már egy eléggé uncsi téma, de mégis egy számot hoztam nektek. Jövőre ilyenkor, amikor itt leszünk a HR Festen, október 27-én, akkor átlagosan már elmondhatjuk majd azt, hogy az 50%-a a nálatok dolgozó munkavállalóknak az Y és az Z generációból lesz. És ha még 5 évet ugrunk előre, 2025-ben, ha a Tóth Gergőjék úgy gondolják, hogy még mindig érdemes minket meghívni, és majd itt állok ezen a színpadon, akkor azt fogom nektek mondani, hogy 75%-a a nálatok dolgozó kollégáknak az Y és Z generációból van.
Mit jelent ez? Ez a generáció teljesen más igényekkel, más elvárásokkal áll hozzánk, amikor arról beszélünk, hogy recruitment, meg úgy összességében arról beszélünk, hogy HR, people management. Itt van Anna, a jövő jelöltje, aki most 14 éves. De mit csinál ő nap, mint nap? Netflixezik, Snapchaten kommunikál a barátaival, a Lime-mal beugrik a városba, hogyha éppen találkozó van, megosztja az élményeket az Instagramon, a Waze-el navigál, és ha utazik, akkor az Airbnb-n foglal. Ugye on the spot, azonnal megkap minden egyes szolgáltatást, amire vágyik, nulla várakozási idővel, vagy nagyon minimális várakozási idővel. Ugye azt nem gondoljuk komolyan, hogy ő majd elkészít egy klasszikus CV-t a Microsoft Word-del, és elnézést a Microsofttól tudom, hogy ők is partnerei a HR-nek, vagy bármilyen más szövegszerkesztővel, és majd elküldi neked e-mailben egy álláshirdetésre. Vagy ugye azt se gondoljuk komolyan, hogy majd végigmegy 3-4 kör interjún, és aztán vár 6-8-10 hetet arra, hogy mi kinyögjük a választ, hogy szeretnénk-e vele együtt dolgozni. 2024-ben ez az Annákkal már nem fog megtörténni, mert ha ilyen lassan reagálsz, akkor az esetek 95%-ában elviszi valamelyik konkurencia. És ha nem lenne elég ez a két dolog, akkor itt van nekünk egy harmadik jelenség a világgazdaságban, ami pedig egyértelműen látszik, hogy elkezdett átalakulni a szolgáltatási szektor, a szolgáltatások transformációja, a crowd és a sharing economy irányba. Van a PwC-nek egy nagyon izgalmas felmérése, amit még 13-ban csináltak, és azt mondták, hogy 2025-re 335 milliárd dollárt fog kitenni ez, és 50%-a az ilyen típusú szolgáltatásoknak már sharing economy alapú modellekkel fog teljesülni. Most félúton járunk körülbelül, és több mint a felé megtettük ennek az útnak. Jó. Ez egy amerikai kutatás, sokszor megkapom azt, amikor ezt mutatom, hogy jó, hát ez Amerika, ez itt Magyarországon nem így lesz. De hoztam nektek néhány olyan példát a közvetlen környezetünkből, Magyarországról, környező országokból, amivel itt most, ez a srác, aki itt van a szlájdon, Peti, a mai napon elkezdhet dolgozni, és havonta több százezer forintot meg tud keresni freelancerként. A Udemy-vel freelance tréner lehet, ugye? Az Airbnb-vel freelance szállásadó lehet. A YouTube-on keresztül freelance média szereplő vagy vlogger lehet. Az Instagrammal freelance mikroinfluencer vagy celebritás lehet. Egész komoly számlákat küldenek nekünk is a Talentino-ban. A Fiverr-rel freelance designer lehet. A Uber-rel vagy a Lifter freelance taxis lehet. És a Talentino-val velünk pedig freelance recruiter lehet. Az elmúlt 10 évben ilyen rendszerek nem igazán léteztek, illetve 10 évvel ezelőtt. De abban biztosan lehetünk, hogy a következő 5-10 évben ez a jelenség és a szolgáltató szektor átalakulása az komoly ráhatás lesz a recruitmentre, és meg fogja változtatni azt, amit a közgazdászok csak úgy hívnak, hogy a freelancerek kora. Tehát 2024, mindösszesen 5 év múlva van, és mégis látjuk, hogy olyan hatások vannak a recruitment körül, amik biztosan megváltoztatják ezt. Most hogy tudsz te erre felkészülni? HR vezetőként, recruitment vezetőként, ha itt ülsz most a HR Festen, és szeretnél valamit tenni, hogy 5 év múlva ne ott állj, hogy húha, mi lesz most, nem jönnek a jelöltek, mit tudsz csinálni? Úgy gondolom, hogy 4 olyan tulajdonság van, amivel minden jövőbeli recruitment csapatnak rendelkezni kell. Az egyik a flexibilitás és a szuper jó flexibilitás. Azt értem ez alatt, hogy Anna a jövő jelöltje, ő már nem ugyanazt fogja elvárni tőlünk ma, meg 2 hét múlva, és képesnek kell lennünk ehhez alkalmazkodni. És a hiring manager, vagy az ügyfél, akinek dolgozol a recruitmentben, havonta, hetente változtatni fogja az igényét. Ezt le kell tudni reagálni, és baromi gyorsan feldolgozni. Képesnek kell lennünk, number two, kreatív toborzási módszereket alkalmazni, és ehhez a recruitment csapatunkban lévő egyéneknek biztosítanunk kell arra lehetőséget, hogy ők ezt kitalálják és megoldják. A klasszikus, hierarchikus recruitment szervezetek ezt képtelnek lesznek megoldani, ezért szükség van egy szervezeti változásra. Egy szuper gyors sebességfokozatba kell kapcsolnunk, le kell redukálnunk a válaszidőket, az SLA-kat, különösen, hogyha a jelölt oldali kommunikációról van szó. És a négyes pedig az, hogy mindehhez szükségünk van arra, hogy a technológiai innovációt és az új dolgokat megismerjük, és nem csak, hogy megismerjük, hanem igazán profi felhasználójává váljunk ennek az egésznek, mert ez fogja lehetővé tenni mindezt az egészet. És most megállok egy pillanatra, mert úgy gondolom, hogy a következő gondolat talán a legfontosabb a mai előadásból. És hogyha egy dolgot visztek csak haza, akkor ez legyen. Ez pedig az, hogy van egy olyan keretrendszer, egy olyan módszertan, ami tud abban segíteni nekünk, hogy olyan recruitment szervezetet csináljunk, ami fel van vértezve ezzel a 4 tulajdonsággal. Ez pedig nem más, mint az agilitás. Az agilitás, amiről Josh Bersin, az egyik talán legismertebb HR iparági szakértő és elemző,
azt mondta, hogy ez a módszertan, ami 10-15 éve nagyon-nagyon jól bevált, és már működik a szoftverfejlesztésben és az IT-ban, az most szépen átkezd és átkezdett átszivárogni az üzleti folyamatokra, és azon belül a HR területére és a recruitment területére is. És nem csak, hogy átkezdett átszivárogni, hanem a következő 4-5 évben radikálisan meg fogja változtatni azt. És hogy mit jelent ez a recruitmentre levetítve, hoztam nektek 5 olyan tanácsot, előrejelzést ebből a tanulmányból, amit érdemes végiggondolni és megnézni, hogy hogyan tudtok ti bevezetni akár a saját szervezeteteken belül, vagy hogyan tudtok ebbe az irányba néhány lépést tenni. A number one az az, hogy a felvétel a jövőben az majd egy csapat döntés lesz. A HR ebben a szerepkörben már most is csak így van, támogató funkcióként szerepel, és a recruiter szerepe az abszolút egy facilitátor. De az, hogy Pistikét felveszük-e a marketing csapatban holnap után vagy nem, azt már a csapattagok fogják eldönteni, és lesz erre egy technológiájuk, aminek segítségével meg tudják hozni ezt a döntést. Ez az első. Ez egy elég fontos paradigmaváltás. A második az az, hogy szupergyorsan sourcingolunk, és szupergyorsan menedzseljük végig a jelöltet a kiválasztási folyamaton. Ha érkezik egy változás, akár üzleti oldalról, akár a jelölt igényei felől, ezt is szupergyorsan képesek vagyunk kezelni. És a jelentkezés és a döntés közötti időt lefogjuk, illetve le kellene redukálnunk 10 nap alá, ami tudom, hogy Mission Impossible-nek hangzik jelenleg a 30-40 meg a 60 napos átfutási időkkel, de le kellene redukálnunk 10 nap alá, különben nagyon nagy eséllyel el fogjuk veszíteni a jelentkezőt. A hármas az az, hogy rendkívül kislétszámú lean recruitment csapatokat tartunk fenn. És ezek a lean recruitment csapatok, ezek szorosan együtt dolgoznak integrált, gyors, külső beszállítókkal, akik biztosítják a jelölt áramlást egy ilyen szervezet számára. Agilis eseményeket tartunk, a klasszikus meetingek helyett megtartjuk a napi stand-upot, és felértékelődik majd a retrospective meetingeknek, a feedback intézményének a jelentősége. Hetente, két hetente kiértékeljük azt, hogy hogy ment a toborzás, és képesek leszünk arra, hogy azonnal reagáljunk rá, mert felépítettünk egy olyan szervezetet és egy olyan eszköztárat, ahol a változást gyorsan át tudjuk forgatni. A négyes az az, hogy a toborzási akciók, a toborzási kampányok nagyon nagy részében a peer recruitingra, ami az employee referral-nek a fancy megfelelője, és a crowd recruitingra fogunk hagyatkozni. Az esetek 80%-ában már nem a hagyományos módszerekkel, állásportálokkal fog történni, hanem ilyen rendszereken keresztül. És hogy mindez megtörténhessen, ahhoz pedig implementálunk egy olyan agilis toolsetet, egy olyan eszköztárat, ami képessé tesz minket arra, hogy ilyen formában működjünk. Fel fog értékelődni az olyan adatalapú és automatizált rendszereknek a jelentősége, amik AI-jal és machine learning-el dolgoznak, és támogatják a recruitment csapatot, és egyre intenzívebb használatban lesznek az on-demand recruitment marketplace-ek. Hogy néz ki egy ilyen agilis recruitment platform, vagy egy agilis recruitment marketplace, arra hoztam nektek egy példát. Itt az ábra bal oldalán van egy munkáltató, akinél van egy üresedés, egy nyitott pozíció, és odaadja ezt egy recruitment marketplace-nek. A marketplace átveszi az információt, feldolgozza azt, és a technológia segítségével baromi gyorsan, másodpercek alatt lefordítja a beszállítóknak a nyelvére, és eljutatja a megfelelő helyekre az információt. Három helyre jutatja el ezt az információt. Az első, az lehet kisebb, toborzó munkaerő közvetítő ügynökségek. A második, az különböző médiafelületek, social media, blogok, vlogok, YouTube csatornák tulajdonosai, és így tovább. A harmadik pedig több száz, több ezer, vagy akár több tízezer szabadúszó recruiter, akik mindannyian azon dolgoznak majd a jövőben, hogy a jelölt áramlást biztosítsák a vállalat számára. A jelöltek beérkeznek a platformra, és a platform a technológia segítségével, machine learning és AI algoritmusokkal kiszűri azokat, akik megfelelnek egyébként a kritériumnak, és továbbadja a munkáltatónak. Ez megtörténhet napok alatt, de legrosszabb esetben is hetek alatt. Hogyha elég nagy ez az alsó beszállítói kör, akkor pillanatok alatt megtörténhet az, hogy te jelöltekhez jutsz egy ilyen platformon keresztül. Jobban olyan láttok itt rengeteg példát a nemzetközi piacról, köztük a magyar-lengyel piacról a Talent Uno-t is. Ezekről a platformokról azt kell tudni, hogy évente 2-3-szoros növekedésen mennek most keresztül. Több mint 5 milliárd dollár kockázati tőke befektetés érkezett csak ehhez a 13 vállalathoz, 12 vállalathoz, akit feltettem a szlájdra. És brutális sebességgel elkezdték megváltoztatni számos iparágban, meg számos piacon azt, hogy a recruitment egyébként hagyományosan működik. Átlagosan kétszer gyorsabban teljesítik a jelölt listákat, minimum 30%-os költségcsökkentést eredményez, de sokszor 40-50-60%-ot is,
és iszonyatosan flexibilisen tudsz játszani a kapacitásukkal. Megteheted, hogy 5 szabadúszóval dolgozol, vagy 50-el, vagy 500-al, de akár 5000-rel is, hogyha éppen erre van szükség. A Bounty Jobs ezek közül talán az egyik legnagyobb globálisan az USA piacáról indult, és azt kell tudnod, hogy az indulás óta 750 000 jelöltet helyeztek el ezen a platformon keresztül szabadúszó toborzók, és több mint 2 milliárd dollár jutalékot fizettek ki ezeknek a partnereknek, akik vagy magánszemélyek, vagy kisebb ügynökségek voltak. Az USA piacán, még akkor is, hogy hatalmas számokról beszélünk úgy általánosságban, ezek döbbenetesen nagy számok. És itt vagyunk mi a Talent Uno. Végső szlájdként elhoztam nektek azt, hogy hogy nézett ki az elmúlt egy évünk. Tavaly egy kicsit kevesebb, több mint egy évvel ezelőtt indultunk el az Európa hajón, és ott regisztráltuk be az első szabadúszó toborzókat, matchmakereket. Mára 14 000-en vannak, vagytok, remélem, hogy minél többen itt vannak, és 14 000-en dolgoznak azon, hogy jelölteket küldjenek egy ilyen agilis recruitment marketplace-en keresztül az ügyfeleknek. Sikerült megmozgatnunk 250 ügyfelet, 40 000 jelöltet, és ezen a platformon keresztül 546-an sikeresen elhelyezkedtek, vagy rákerültek egy vállalatnak a shortlistjére, de ami nekem a legfontosabb, az az, hogy több mint 20 millió forintot meg kifizettünk jutalékban ezeknek a szabadúszó toborzóknak, a matchmakereknek. Na, így nézett ki a Talent Uno egy éve. Végigmentünk rengeteg sikeren, meg rengeteg kudarcon is, természetesen vannak még problémák, vannak még kihívások. Nem tudtunk mindig minden pozícióra jelöltet vinni, nem tudtunk minden ügyfelünket elégedetté tenni, de közben aztán itt a platform mögött az a kis csapat, ami az elején néhány fő volt, az felcseperedett, és most több mint 90-en dolgozunk azon, hogy ez napról napra egyre jobb legyen. Most már 2 országban, Lengyelországban és Magyarországon is. És nem olyan régen a Parócai Balázs barátunk, nem tudom, hogy itt van-e a teremben, a Hárfest egyik szakmai mentora, egy Facebook posztban következőt írta, hogy a Talent Uno-t lehet szeretni és nem szeretni, meg lehet hinni, meg nem hinni, hogy tudunk egy kis változást hozni a recruitment iparágban, vagy sem. De egy dolog biztos, hogy kár mellette vakon elmenni, és úgy gondolom, hogyha látjátok a számokat, akkor amellett is kár vakon elmenni. Szerintem sikerült már egy pici változást hozni a magyar recruitment piacon is. Köszönöm szépen a figyelmet, ennyi volt a mai előadás, remélem, hogy élveztétek, remélem, minél többen velünk tartotok majd ezen az úton, és élvezzétek továbbra is a mai előadókat, szuperebbnél szuperebbek jönnek itt a színpadon, és bulizunk együtt este egy jót a Recruiters Night-on. Sziasztok!